Nyilván nem szeretnék álszentnek vagy álszerénynek tűnni, de nyilvánvalóan egy biztos mérkőzés, hazai mérkőzést. Ugye az nem mindegy, hogy hogyan. Hogyha bárkibe is felmerül az, hogy most itt a BL a BL mérkőzések között, mert nem menetelünk, most valami is változna a felkészülésünkön, az nagyon téved. És én igyekszem tartani azt, hogy ez a mérkőzés, ez legalább annyira fontos, mint bármelyik más, ami eddig volt, és hogy ugyanúgy készüljünk, mert abban a folyamatban, amit elterveztünk és amit elképzeltünk, abban ugyanolyan fontos szerep egy magyar kupa mérkőzés, mondjuk a Mosó-Magyaróvár ellen, vagy bárki ellen. Ennek szellemébe próbálunk új dolgokat gyakorolni, próbálunk olyan dolgokra fókuszálni, amik eddig nem úgy sikerültek, legyen ez támadás vagy védekezés, és egy jó alkalom ez, hogy hazai pályán megint tudjunk gyakorolni, és ráadásul eredményesen gyakorolni. Igen, volt néhány dolog most a legutóbbi BL meccsen, ami akadozott, ezeket már javítjátok, és akkor próbáljátok is szerdán? Volt itt minden, itt akadozik minden, tehát azért még messze vagyunk attól, és nem csak a legutóbbi mérkőzésünkön. Vannak periódusok, amikor nem tudunk olyan szinten játszani, ahogy ezt elképzeltük. Ezt kell folyamatosan javítani. Nyilván nem mindegy, hogy ki az ellenfél, hogy milyen szintű, de minden mérkőzésnek megvan a maga lehetőség és a maga célkitűzése. Mi igyekszünk holnap is találni ilyeneket.